Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, mai szentmisét követően elénekeljük a himnuszt, mert ma van a magyar himnusz napja. A szentmisét fölajánlom a járvány ügyben dolgozókért, orvosokért, ápolókért, mentősökért egyaránt, illetve a betegekért is. A szentmise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Szentmisét Boldog Batthyány Stratmann Lászlói családapáról imádkozzuk. Könyörögjünk! Istenünk, te Boldog Batthyány Stratmann László orvosnak azt a hivatást adtad, hogy a szegényeken és a betegeken segítsen, családjáról gondoskodva pedig atyai szeretetet tanúja legyen. Add, hogy mi is álhatatosak legyünk a te szolgálatodban, és életünk folyamán minden körülmények között rád figyeljünk, és téged kövessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, a mi főpapunk Jézus Krisztus annyival kiválóbb papi szolgálatot kapott, amennyivel magasabb rendű és tökéletesebb ígéreten alapul az a szövetség, amelynek ő a közvetítője. Ha ugyanis az első szövetség kifogástalan lett volna, nem lett volna szükség a másodikra.
Ám Isten megfedte az első szövetség népét, amikor Jeremiás próféta által így szólt. Íme eljön az idő, és új szövetségre lépek választott néppemmel. Nem olyan szövetségre, mint amilyent atyáitokkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogtam, hogy kivezessem őket Egyiptom földjéről. Mivel pedig ők nem tartottak ki szövetségemben, én is magukra hagytam őket. A szövetség, amelyet a manapok után népemmel kötök, ilyen lesz. Elméjükben vésem, és szívükbe írom törvényemet. Istenük leszek, és ők népemmé lesznek. Akkor majd senkinek sem kell társát vagy testvérét így tanítania. Ismerd meg az Urat, hiszen a kicsintől a legnagyobbig mindenki ismeri majd az Urat. Irgalmas leszek bűneik iránt, és vétkükre többé nem emlékezem. Ha tehát Isten itt új szövetségről beszél, a régit elévültnek tekinti. Ami pedig elévült és idejét múlt, az közel van a megszűnéshez. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Boldog az a férfi, aki az Úr törvényében leli örömét. Boldog az a férfi, aki az Úr törvényében leli örömét. Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem lép a bűnösök útjára, a gúnyolódók körében nem foglal helyet, hanem az Úr törvényében leli örömét, az ő parancsairól elmélkedik éjjel s nappal. Boldog az a férfi, aki az Úr törvényében leli örömét. Olyan az, mint a fa, melyet folyóvíz mellé ültettek, mely idejében gyümölcsöt érlel. Nem fonnyad el a levél ágain, siker koronázza minden tettét. Boldog az a férfi, aki az Úr törvényében leli örömét. De nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem mint a pejva, melyet szétszór a szél. Mert az Úr őrzi az igazak útját, de pusztulás a gonoszok sorsa. Boldog az a férfi, aki az Úr törvényében leli örömét. Halleluja! Szeressétek egymást, ahogy az én szeretlek titeket. Halleluja! 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 Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus fölment a hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott, és ők csatlakoztak hozzá. 12-t választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét.
hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre. A következő 12-t választotta ki. Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedús fiát, és Jánost, Jakab testvérét, akiket Boanergesnek, vagyis mennydörgés fiainak hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később elárulta őt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Mai evangéliumi részlet a tegnap felolvasottnak a folytatása. Így hát ugyanúgy megtalálhatjuk ennek párhuzamát Máténál is, Lukácsnál is. Ebből a szakaszból kiemelném azt, hogy Jézus fölment a hegyre. A hegy mindig az Isten közelséget jelöli a Bibliában. Az Istennek való, Istennel való találkozás helyszíne. Ezt hallhattuk korábban is az Ószövetségben több ízben, akár úgy, amikor Sion hegyén Isten kinyilatkoztatja a 10 parancsolatot és szövetséget köt ugye a zsidókkal, vagy amikor szintén Mózessel történt meg, hogy elbújik a barlangban, Isten a kezét ráhelyezi a barlang bejáratára, hogy megóvja az ő jelenlététől Mózest, és elvonul a barlang bejárata előtt. És lehetne még sorolni ezeket a jeleneteket, vagy akár azokat a jeleneteket az Ószövetségből, amikor az imádkozó ember fölmegy a hegyre, hogy imádja az Istent. Ebben az esetben Jézus Krisztus is felmegy a hegyre tanítványaival, akiket kiválasztott. Itt ő, mint második isteni személy nyilatkoztatja ki az akaratát. És az az akarata, hogy ez a 12 ember vele tartson, és az ige hirdetésben, mint ahogy azt hallhattuk, részt vegyen. Továbbá még hatalommal is ruházza fel őket, hogy betegeket gyógyíthassanak, illetve ördögöket űzhessenek ki az emberekből, vagyis az ő szabadító hatalmából adott át ezeknek a tanítványoknak. Az az akarata, hogy miután mindent átad nekik, elmenjenek aztán az egész világra és hirdessék az evangéliumot. Kedves testvéreim, ma reggel mi is följöttünk ide a hegyre, vagy mondhatnánk úgy, hogy a hegybe, és a Jóisten meghívott bennünket, Krisztus hatalommal ruház fel bennünket, hogy szétmenjünk a világba, és hirdessük az örömhírt mindenkinek. Amen. Kérjük testvéreim, gondviselő mennyei atyánkat, hogy szent hitvallók példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útjait. Segítsd kegyelmeddel egyházad minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk. Kérünk téged. Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békességszerzőket az egész világ javára. Kérünk téged. Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől. Kérünk téged. Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítségével rójuk le az irántad való szeretet adóját. Kérünk téged. Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára krisztusi lélekkel viseljék a keresztjüket. Kérünk téged. Mennyei atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember. Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Emberi szent.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Mindenható Istenünk, fogadd el adományainkat, amelyeket oltárodra hoztunk. Add meg nekünk azt a buzgó vallásosságot, amelyel boldog Battyány Stratmann Lászlót eltöltötted. Hívő közösségünk pedig nyerje el a béke és az egység ajándékát, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a szellemeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által az anyaszentegyházat újra meg újra csodás termékenységgel áldod meg. És így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. S hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságod mindenkor kérve. Ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt magasztalunk téged, és újongva zengjük. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kivált kép most, midőn szent fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén vacsora közben vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értadatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, s feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe.
Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk. És ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozd nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt mindnyájunknak, akik az úrasztalához járulunk, hogy valamennyien papok és hívek Ferenc pápánkkal és Péter püspökünkkel együtt örömmel és bizakodással járjunk életünk útján, hitet és reményt sugározva magunkból. Mennyei atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békjében hunytak el, s légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, boldog Batthyány Stratmann Lászlóval és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára, isteni tanítására, így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünkeit közülünkben. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a bűnösszel. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mi. A mi Úrunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése. Váljék a szent áldozásban lelkünk üdvösségével. Jézus Krisztus szent és nagy Isten bárányom. Az Isten báránya, éme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlik, hogy jöjj, hanem csak szól.
Uram, mi Urunk, a Te neved szélese világon, mi így csodálatos. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. E szentség ereje által kérünk, Istenünk, hogy boldog Batthyány Stratmann László példája szerint mi is állandóan növekedjünk az irántad való szeretetben, és azt a jót, amelyet elkezdtél bennünk, tedd teljessé Jézus Krisztus eljövetelének napjára, aki él, élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.